Sziasztok! Márki vagyok, és ez egy újabb GTA videó. Ebben a videóban a napi küldetésekről lesz szó, hogy milyen fontos, mennyi pénzt is eltét lehet vele szerezni. Naponta 25.000 dollárt és 3.000 RP-t kaptok érte, ha megcsináljátok mind a három feladatot, illetve hetente 100.000 dollárt és 15.000 RP-t. És ha jól tudom, akkor havonta 500.000 dollárt és 50.000 RP-t, pontosan nem tudom, de sokat. Azt hiszem, hogy háromszor sikerült már a hetit megcsinálni, most lesz a következő heti. A sikerre voljak egy boltot, egyszer volt egy verseny. Előtt bevásárolunk, legyen is mit kiraboljuk utána. Aha, biztos, hogy ez van. És volt nála hihetetlen. Ez a VSQS, ez egyfolytában mindig kifogy náluk, tehát el se hiszem, hogy most volt nála végre. Előveszik a szákánkat és... Take it easy, I'm doing it. Ha lelőjük az embert, akkor hármas közösségünk lesz. De ki tudjuk úgy is szedni a kasszából a tudtot. Viszont ha nem lőjük le, akkor ugye ő szedi ki, hogyha lövöldözünk közben, akkor ugye gyorsabban szedi. De csak 2-es körülésünk lesz. Szerintem jól megér, meg nem sokkal szinte semmivel nem lassan. Majd teljesen egyszerűen lemegyünk a haladmúthoz. Nem szállít, ha megláttak a rendőrök, az állat teljesen mindig. Lejövünk az haladmúthoz, van lent, bejárata. Itt bejárultuk. De szépen bejövünk, lerátszik a yardot. És elméletileg ez a napi küldetésünk is kész van. Az előző videóban lehet látni lagot, ez azért volt, mert a videó is Full HD-ban készült, illetve a felbontás is, és a kettő együtt már nem igazán akart működni. Ez mégiscsak egy notebook, nem pedig egy asztali PC. Egyébként egy Asus G50JS Republic of Gamers-szel játszok, illetve azt használom. Egy 1700 eurós notebook volt. És teljesen meg vagyok elégedve. Kori 7 4700 HQ, Nvidia GeForce GTX 870M 3 GB-tal, illetve 8 GB 1600 MHz RAM. Tehát egy 256-os SSD van benne, plusz még egy Winchester foglalat. Teljesen jó. 17-es kijelző, de én 27-es IPS-et használok hozzá. LG-t. Nézzük csak napi küldetések, és akkor ott is kész ugye a landrész. Készített ugye a bolt kirablás, és most még le kell fizessem a rendőröket, és kell valami csináljak. Ennek a legjobb hely pont itt lesz. Félre, által kiszállok. Kontroller félrakva, előveszünk egy valami konkrét a fegyvert, felhívjuk, ha jól tudom, a Lester bácsit. Igen, és hát felveszi. Hey, what's up? Legalsó. How can I help? Rendőre csukják be a szemüket, 5000 dollárért. Enjoy. Lecsukták a szemüket, megy.
3 percük van rá. $25,000 és 3000 RP, ez a napi küldetésre, ha jól tudom, akkor holnap fogom megkapni a $100,000, hogyha holnap is megcsinálom, illetve a $25,000 RP-t. És mindig van 2 percünk, de teljesen fölösleges. Most elmegyünk egy abonationbe, és bevásárolunk. Igazából annyi lenne ez a videó. Egyrészt teszt, hogy fut. Most ahogy elnézem a játék, nem így alakarozik, úgyhogy szépen fut. Igazából egy dolgot vettem vissza, ami meg nem mondom, hogy micsoda. Ezt elrakjuk, hogy ne sértődjön meg az úriember itt a pult mögött. Mert még zakon veszélyben jövök én meg puskával, de... Hú, de lassan vásárol. Ahogy mondod, látja. Ahogy mondod, pontosan így van. A sok pisztoly. Nekem kellene olyan, hogy ebbe. Space és összes lőszer. Igen. Nem. Variáljuk a színét. Ebbe space és összes lőszer. Összes lőszer. Jó, kilőztem magam. Hát és nagyjából ennyi. Ez például a jövő ruha, ami rajtam van. És az új frissítés eljött be. Illetve összegyűjtögettem az, ami a következőbeni autók lesznek, az például lesz egy Mivan, egy Sabre Turbo és egy Techlaser. Hadd ne mondjam meg, hogy micsoda. Ha minden igaz, akkor őt lehet megvásárolni. Jövő, de őt meg lehet találni így, mint a bandáknál is. Össze lehet szedni, és ott is sokat lehet. Sok pénzt lehet keresni a banda autók adásvételével. Hát nem biztos, hogy vásárolható. Igen, nem vásárolható. Nem mindegy. Igen, igen, és publiko vagyok. Public serverem vagyok, de ez csak erre a kis időre, hogy megcsináltam a feladatokat is. Mondják, hogy egy invite-os session-be vagy maradom itt még, nem tudom. Egy ilyet. Pont egy ilyet lehet majd tuningolni. Vagy ezt, vagy a normálisan verziót, ami a pont előtte van, ami nem rozsdás. De szerintem ugyanaz, csak más a fényezése, színezése. Illetve a Sabre Turbót is egy minivánt lehet majd a következőkben, amit letöltöttünk már az előző frissítésben, viszont még nem aktiválták. Hát köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljátok, illetve nyugodtan írjátok hozzá a kommentárokat. A több is fog még érkezni. Téren holnap például Lazareóval fogunk csinálni egy kis jelenetet. Remélem tetszeni fog, poén nem lövöm le. Úgyhogy sziasztok!